Pacsi, szevasztok, Oliver vagyok. Elhatároztam, hogy elindítok egy vlog sorozatot, ahol zenés előadóvá, vagy ilyen rapperszerű valakivé próbálok válni, de először egy gyors bemutatkozó. Sziasztok, Lenzsér Oliver vagyok, riporter, műsorvezető, youtuber, online videós tartalomgyártó. Karrierem egy gyerekszínészként kezdtem, majd egyetemista koromra a műsorvezetés vált egyértelmű célommá, ahol tévés rádiós újságírás és PR szakirányon végeztem. Dolgoztam az akkori Magyar Televízió ifjúsági és kulturális szerkesztőségében műsorvezetőként, ezt követően a Live.hu-nál riporterként és az Origo csoportnál gyártottam folyamatosan online videós tartalmakat. Jó napot kívánok mindenkinek, ez itt nem más, mint a Live Olympia élőben a Sziget Fesztiválról. Ezt követően alapítottuk meg másodmagammal az Artbyte elnevezésű YouTube csatornánk, amely azóta is töbörög. Eleinte egy szatirikus iradóval jelentkeztünk hetente. Meg lehet. Oli Forecast. Artbyte csatorna. Azóta viszont folyamatosan reagálunk a világ eseményeire, humoros formában, legalábbis annak szánjuk. Mindeközben folyamatosan online videósorozatok, reklámfilmek, klipek gyártásával is foglalkoztam. A Petőfi TV-n sugárzott Holnaptali című napi sorozat vloggerévé avanzsáltam, és az online videós tartalmaért lettem felelős. Ezt követte egy fél éves kihagyással a TV2 online riportere titulus, ahol a műsorokhoz kapcsolódó extra tartalmak celebrálásában kaptam feladatot arccal. A Péterzen a saját stílusomban. Szerintem nagyon jó voltam. Olivert várják az egyes stúdióban. Nem is már senki. Na persze ez a videó már nem mai, megfalultam már azóta más helyen, más csatornánál és más dolgokat is dolgoztam. De nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hogy működik ez a világ, csomó mindent hallottam, megpróbálom picit ilyen kendőzetlenül vagy ilyen full true-ba tolni, hogy vannak a befizetései ennek a szakmának, mert hogy ilyenekről is hallottunk már, és hogy hogy épül fel egyáltalán egy előadónak a marketing része itthon. Fontos leszögezni, hogy nem tartom a legtehetségesebb arcnak magamat, feltétlen, de némi potenciál azért talán fellehető. Kiderítem hát, hogy ma Magyarországon zenés vagy rapper, rapper előadóként, hogy néz ki magadat felépíteni? Na cső, full furák nekem ezek a vlogogatások, nem vagyok egy ilyen, akik egyfajtában akcióban vannak. Megyek Kristófhoz, Juhász Kristófhoz, azaz Ujjonc Beatshez, aki az producer vagy ilyen zeneszerzője az én kis próbálkozásaimnak. Eddig kettő számot csináltunk, kettő számra készített alapot, az egyik az egy ilyen kicsit ilyen volt szerelmek felidézése, de még az én gyerekkoromnak a zenéje, amilyen Brooklyn style, ilyen 90-es, 2000-es évek, a picit lassabb, nem ez a trap szálú történet. Ez olyan is egyébként, úgyhogy ott megpróbáltam picit ilyen felvázolni az én hát hölgy típusokkal való találkozásaimat, és az sem titok, hogy egy ilyen kosztolányi vonatkozás is van benne, egy előszó nevezetű prózából vagy versből vettem ki egyébként részleteket, és az alapján dolgoztam át magamnak. Tényleg csak egy-egy mondat van, tehát nem koppintásról van szó. Oh my God, csak nézd meg, ez az érzés. És szétszel, hogy arra csalra is rá meg a pénzem, a gotyám az ingem, de viszonylag nincsen. Kinyilvánítanám a szimpátiám, ha a homlokzat omlik és a hazugság bomlik. A másik szám, amin pedig most dolgozunk, az meg nagyon a mai trappes, autótyúnos vonal, ahogy tőlünk így az Artbyte-nál már megszokhattátok. Inkább nem paródia. Kicsit így a trash számokra való reflektálás. Nem tudom, hogy milyenek lesznek a számok. Lehet, hogy nem fog tetszeni, lehet, hogy tetszeni fog, lehet, hogy az elsők még nem annyira erős. Én azt gondolom, hogy tartalomban talán azért van mondani való, de zenei téren nyíltan tapasztalatlan vagyok még. Szerintem beszélni gyorsabb tudok ütemre. Ez a skill megvan, de a nagy rap tapasztalatom nincsen. Kristóf ebben az egészben segít, ő kendőzetlenül elmondja, hogyha valami szar volt, és tesó, ez abszolút leugrik a beatra, majd meglátjuk az irányt. Tehát most ilyen keresés történik, kettő szám születik, most a második számot fogjuk felvenni, szeva. Meg is jöttünk, itt lakik fenn a hegyen, ahogy látjátok. Hármas határhegy közelébe, és mindig ilyen fura otthonka papucsokban szokott várni engem. Nézzétek, ma is milyen kellemetlen papucsban már. Egy bláz még, bezárom, mert kijön a macska, ami azért királyság, mert halálom, gattó allergiám van. Welcome to my cribs. Ja. Körbe vezetnélek titeket, de... De ennyi. Én csak te a füves dolgot, mert nincs nikotin, meg semmi. Nincs nikotin sincsen benne, nem csak nincs. Az, hogy kátrány? Nem, nikotin sincs. Sőt, milyen szívod? Hát valamit érzek. Jó, te érzed. Második gigantikus... produkciót fogjuk ma felvenni, amit meséltem, ez a kicsit ilyen autótyúnos, kicsit ilyen trappes, kicsit azoknak beszólós történet. Én vagyok a Kristóf, úgy ismerhetek, hogy Medium Money. Mióta? Mostantól. Mostantól. 1,80 magas vagyok, narancsárga Nissanom van. Ez
nem tudom, kopaszodok. Régebben dolgoztam együtt több ilyen rappes arccal, és ez az elmúlt 4-5 évben teljesen megállt. Nem miattam, hanem inkább a rappes arcok húzták be a kéziféket. A legutolsó zene, amit kiadtam, az Anonym MC-nek az Önkergető című száma volt, ott az alapban közreműködtem. De ez a tipikus Covid-sztori? 5 évvel ezelőtt még nem volt Covid, úgyhogy nem ennek köszönhető, hanem ez mondjuk egyszer igaz. Bakker, nem tudom, amikor 16 éves voltam és csak gimiben jártam, akkor rengeteg időm volt ezzel foglalkozni. És nem tudom, hazaértem a gimiből, lebasztam magamat a számítógép elé, aztán ezzel foglalkoztam. És ezzel mindenki más így volt, hogy suli és utána szabad foglalkozni. Hello, Tub vagyok, és megjelent az első Drum Kit Pack-em, amiben találtok dobokat, hi-hateket, snareket, clapteket, vokálokat, akapellákat, szemplereket, és 5 kidolgozott zenét, amit úgy használhattok fel, hogy akartok. 26-27 évesen eljött az az idő, hogy rohadtul nincs ezzel idő foglalkozni, és nekem is, amikor egyetemre kerültem, akkor kezdődött el ez, hogy így nem az, hogy napi egy zenét csinálok, hanem heti egy, aztán már havi egy, aztán már örülök, hogyha 3 havon az a gép elé. Az nehéz kicsit, amikor, szóval, hogy azt el kell fogadni, sajnos, hogy amiből nincs lóvéd, az lehet gyönyörű hobbi, meg nagyon idealisztikus pénz vagy dolog, hogy azért csinálom, mert szeretem, csak hogy így egyre idősödve nagyon kevésbé fogsz találni időt azokra a dolgokra, amiből egyébként semmi nem jön. És ezért is nehéz egy ilyen dolgot például szerintem beindítani. Nekünk is a Csabival annak idén az Artbyte, meg a blogoknál, hogy nyomjuk, meg valami még megmaradt, de igazából nagyon nehéz arra energiát fordítani, ami vagy időt inkább a napodból, munka mellett, amiből nem jön. Hát ezt ki kellett így alakítani, mert nekem is ez volt. Én nagyon sokáig vendéglátásban dolgoztam egyetem után is. Hát az aztán halál. Azt hallottam, az tök jól ment most az elmúlt egy évben. Ja, pont rosszkor mondtam fel. Azt követted el a bitcoinodat. Ki kellett alakítani ezt a rendszert, hogy van egy munka, amiből megélek, és mellett még van annyi szabad időm is, hogy ilyenekkel tudjak foglalkozni. Volt az, hogy én ezt nagyon akarom csinálni, csak kecine nincsen rá idő, úgyhogy nem lehet. És most az éjben most megláttál egy pislákot. Csillagot, engem. Rám nézett hitetlen, nevetni kezdett, és én is csak nevettem. Aki idegesítő mindig írogat, hogy szevasz, ráérszem. Ennél lelkesebb voltam azért, nem keresgéltem én MC-ket is. Az Olivérrel régen dolgoztunk együtt, amikor csináltuk még ezeket az ilyen trash paródiákat. Igen. Nekem is volt egy idő, amikor nem tudom, valamiért annyira ismert volt a nevem, hogy basz, kiálltam a busz megállóba, és oda jöttek hozzám az emberek, hogy én vagyok az is, mi a basz, én vagyok az. Betöltem, hogy mi volt az eredeti zene, hogy én mit készítettem alapból, és vagy utána azt te hogy lefosoztad. De ez nem így volt, Kristóf, ez nem így volt. Mivel én mutattam egyet, arra írtam egy szöveget, és aztán kérdeztem, hogy tudnánk-e belerakni valamilyen gitáros cuccot. Ütötted, ezt rájött, hogy nekem nem illik bele a gitár, úgyhogy csináljunk egy másik számot. Az na, ez igaz. Reason 12. És mi az oka ennek? Érted a viccemet? Reason. Mindegy is. Azért ebben dolgozok igazából, éveken keresztül FL stúdiót használtam, és nagyon-nagyon belegyöpösödtem igazából, hogy volt olyan bakker, hogy... Ez a bakker, ez ilyen boomer kifejezés? Banyek? Banyeket is használsz még esetleg? Süsd meg! Még? Ez nem játék ilyen ez nem játék, így van. Egyébként meg kurva volt sokszor, 10-15 ezer forintért lehet ilyen szarokat venni, ez ilyen finger drumminghoz van lényegében, hogy dobolni lehessen, ez pedig ilyen kis pötyögéshez, basszusokat vagy egyszerű dallamokat tök simán fel tudtam venni velük. Körülbelül szerintem olyan 2-3 alkalommal attán szoktuk nagyjából összevenni, vagy illetve felvenni. Már neked utána egy csomó kell, meg előtte is egy csomó kellett, hogy megírd, meg helyreragd, meg utána el szoktunk menni a Zsolthoz, aki kicsit úgy helyre pakolgatja a szott fars hangomat. Már nekem is van egy ilyen szövegírási előzmény, nagyjából 3 alkalom. Maga az, hogy hogyan rakunk össze egy zenét, ez a 3 alkalom, az első az inkább az, hogy vagy a 0. alkalom, akkor ezt így mondom, hogy fogom és átküldöm a zenét az Olivernek, és akkor ő hozzáigazítja vagy az egyik meglévő szövegét, vagy akkor új szöveget ír hozzá. Azt elhozza ide hozzám. Elmondod, hogy abszolút nem jönnek ki a szótagok, és nem is érted, hogy ezt hogy gondoltam. Elkezdtük egy tök másik zenére megcsinálni ezt. Nekem a tepre feteszem, és a kezem körbe teszem, a fejed leveszem. Aztán végül teljesen átalakítottuk az egészet, meg a hangulatát is, meg mindent. És a második alkalomra én általában szoktam legózgatni a zenében, hogy kéne, milyen struktúrát kéne csinálni a zenének, hogyha még valahonnan hiányzik valami, akkor oda tegyünk valamit, hogyha még valami, nem tudom, rosszul hangzik, akkor azt cseréljük ki, és akkor azt újra vesszük, és a harmadik alkalom pedig már inkább ennek a full kifaszázása szokott lenni. Hát. Kifaszozása. Van egy hosszú rap részem még, meg van egy refrén, amit hoztam. Király. A övöre. A hebedehem. Hebedehem. Ez egy teljesen individuális, unikális rím sablon egyébként, tehát ezt én találtam ki. Így van, soha nem hallottátok. Soha nem hallottátok még, de ez a szám, ez kicsit erről szól. Úgy 130 BPM, felezett tempóval,
ez is egy kicsikét ilyen, nem tudom, pattogósabb. Más hangnemben van, ezért más érzéskelet, és sokkal jobban passzol ez a szöveghez. Ez a flash szövege már csonálmas lesz, ház, mainstream szellem jár rá, tükörbe nézni többet, ne. Nobody fucking with that. Ez nem az igazi. I got no bitches with that. De erre már van szövege. Nobody fucking with that. Nobody. Teleköpködöm Covid-dal, ezt. Mit basztam le? Csak egy tollat, semmi probléma. Nincs alkalmazottam, úgyhogy csak egy tollat tudok lebaszni. Menjünk is tovább. Nem találtam, nem tudtam, hogy hol vagyok. Csak akkor kapok lapot, ha eladható cikk maradok. Arccal a kasszának, ahogy fütyűztesó úgy ugatok. Szétadom a Ferrarit, hogy fényen villámlik. Adom mi LKB-t, agyam kihúnyt nem szikrázik. Szétadom a Ferrarit, hogy fényen villámlik. Ezt imádom azt. Adom mi LKB-t, agyam kihúnyt nem szikrázik. Hú, a prazódia huszárak mit fognak el szíjat hasítani? Hallott tesó, visszaszikrázik. Nincs ilyen szó. Na ezt viszont kitörölném, ez a gagyi lett, hogyha nem baj. Ez, itt van egy rész, ami én is érzem, hogy kellemetlenül mérges vagyok, és egyébként nem mondok semmi nagyon jót. Magamat adom az Instant Karma. Az elejére szerintem passz, ez még a dobokat hozzá tudjuk igazítani, és akkor tovább van egy ilyen kis fokozatos beindulás. Folyik a szar, felfelé a tré, de te meg de meg lesz, oké. Bennem van. De folyik a szar, felfelé a lé, de te megdolgozol a kenyeredért, de hagyjuk a lázadó trendet, 30 vagyok, hát dobom az elvet, új világ, napsütés, éjszaka. Hány járnak már belém a szép szavak? Nem szövegem, állítás, követ elveszem az agyamat. Zárom az eszemet, kognitív mérségből nyújtom a kezemet. Alap az alomba, tartalom. Aha. Szálva szólni szemben, így lesz eszálka a szemben. Nem vágom itt tényleg, miért bukik mindenki a trére? A sorsom csak rám néz, bármire is vágynék. A Netflix ajánlóban várhatva más rész. Egy levegővel! Tud játszani, Éci? Nekünk csak a féleket, mert hogy tudnotok kell, hogy ezeket, amikor nem tudom mit csinálják, ha csak így magadban hallod, akkor egy totál nevetséges fos, de a szövegre... Rohadt sokat ad egyébként hozzá. És lehet az, hogy akkor igazából van 12 sornyi rap, utána egy felvezető a refrénhez, rohadt erős refrén, mindenki örüljön meg, és akkor utána megint lehet kezdeni rappeskedni, meg énekelni. Rohadt erős refrén lesz. Ajánlom. Fú, de erős lesz.